Na végre, Julcsa! Nagyon megváltoztattál. Meg azért nem jöttem, ahogy tudtam, de az a helyzet, hogy a nagycsere csak most ment a doktorról. Elment? Hova? Azt mondta, elmegy a Szabóhoz, mert újra le kellett a karogánat csináltatni. Adjon is magára, valamiből. Van. Tudod-e, miért hívattalak ide? Persze, hogy tudom, szóval el vagyok, nem hülye. Helyére kinyílt a csipád, de pont azért szeretlek. Szeret? Hát mondom, hogy szeretlek. És ha más lenni a szolgáló, akkor? Akkor már szeretnék, most nem vagy. Hát téged szeretlek. Na jól van, csak vicceltem. Csak viccelt? És amikor a Borcsa volt a szolgáló, akkor kik szeretett? Akkor a Borcsát, de hát akkor még nem te voltál itt. Ez igaz. Akkor hát tényleg szeret? Hát mondom, hogy szeretlek. No, de neki kezdünk végre. Itt akar is csinálni? Nem, a színapadláson. Jaj, de romantikusok, még mi sem csináltuk. Hát most se fogjuk. De hát az előbb azt mondta, hogy... Én azt hiszem, hogy csak játszik velem. De ne tüzelj engem, mert nem állok jobb magamért. De itt akar is csinálni az udvaron? Nem mindegyik akarom csinálni. Úgy látom, te el akarod sinkófálni ezt a szerelmi kapcsolatot. És igaz, hogyha az asszonyság a Szabótól visszafele erre jön. Mari nem olyan. Azt mondja, a Szabóhoz megy oda is, megy, nem szokott elhúszálni. Ne bízik be! Mi van? Mit mondasz? Tudsz valami? Én ugyan semmi. Tudd meg, a Mari a hűség mint a képe. Én még olyan becsületes asszonyt nem láttam. Hát, maga ugye biztos. Mi van? Mik ezek a célhozgatások? Szerintem jobban a körmére kéne néznie. Julcsa, még sokáig itt akarsz nálunk dolgozni? Ilyen szájjal képlem. Egy szolgáló mind a gazdáját a kapcája, amit akkor dob el, amikor csak akar. Na, Julcsa, ne beszélj már így. Szó sincs kapcáról. Jó, akkor utcolj, amit akarok tele, amikor csak akar. Utcolj se vagy. Hát akkor mi vagyok? Egy nagyszerű vászon cserét. Most jól elkívett téged feletelnem. Arra gold majd te elfeletelni, mi? Otthon meg a méhed dolgják körül a kaptárt. Nincs is méhed. Hát vagy a tényleg nem egyszerűen sem. Milyen kaptárról beszélsz? Függ az istállát, jön a Tibi a műlegényed. Még csak azt hiányozna, hogy együtt lássol minket. Fújjál gyorsan a fésházban. Még csak ezt hiányozott, hogy itt állsz szíjaposít a hátamból. Szép jó napot, gazdodom. Neked is, Tibikém, neked is. Mi árad van? Azt gondoltam, kijövök és átmosom a hordókat. Milyen jól gondoltad, milyen jól. Csak nem most. Nem most gondoltam. Már a múlt héten csak most jutottam ide. Tibi, állj! Tibi, nem most kell azokat a hordókat kimosni. Nem. Jól van, uram? Jól, tökéletesen. Ennek örülök. Én mégis mosnám ki ott a hordókat. Azt mondtam, nem. Na de Tibi, pénteken. Pénteken nem lehet hordót mosni? Nem, nálam nem. Eddig lehetett? Eddig se lehetett. De mostuk eddig pénteken is. Azt hittük szombaton. Az? Biztos, hogy jól van, uram? Jól, tökéletesen. Lehet, hogy veled van a baj. Pénteken hordót mosni? Ugyan már! Elejt haza, pihen ki magad. Utána meg azt mondja az uraság, hogy egész nap fenyértem. Hogy Isten? Tibi, ne kötözködj velem! Pihenj, azt mondtam. Na jól van, akkor megyek. Megkeresem az éj úrcsába. Azt keresed. Mit mondott, uram? Az, hogy keresed. Biztos, hogy nem mostam ki hordót? Tibi, pénteken nem kell hordót mosni, világos? Világos. Na viszontlátásra. Most mit csinálsz? Leültem. Azt látom, miért nem indulsz már? Én? Az úr indult el. Hova? Azt nem tudom, azt mondta viszontlátásra. Úgy gondoltam, megy valahova. Hát ez már sok. Tudod, mit veled megyek? Hova? Haza. Ja, haza. El is felejtettem. Meg vagyok veled állva. Na gyere! Na, hát ez egy jól itt hagyta. Hogy? A gazdasszony. Most mi lesz? Gyorsan. Jöjjön, Jóska. Kis szerelmünk fész. Jaj, Marikám, milyen jót hancúroztunk itt a múlt héten is. Egy álom volt. Álmodj ma is, majd én elringattam. Én leszek vágyaid, kispár lejön a húzat. Szép kis firma. Tényleg, kedvesebb pancám. Szeretnék már nagy a szajádon pihenni. Brics se lehet. Mi van veled? Egy nő van a nád mögött. Miért suttogsz? Nincs itt senki. Egy nő van a nád mögött. Hogy mi van a fák között? Egy nő van a nád mögött. Julcsa, mit keresel te itt? A Tibit kerestem, de... Nincs itt, mit mondtál? Hát attól tett a képeleget. Fiú, csak sokáig akarsz még nálunk dolgozni? Ezt, mintha már hallottam volna, ne aggódjon a szülőm.
ajánlom is, nem láttál és nem hallottál semmit. Jó, de akkor azt mondjam, se látod itt engem. Hogy képzeled, itt sem volt. Ha már ilyen szépen megegyeztetek, hogy senki sincs itt. Nem mehetne mindenki a dolgára. Júlcsa, menj haza és húzzát az ágyba, Júlcsa. Minden, de ne húzzál. Egy szolgának az a feladata, hogy megcsinálja, amit mondanak neki. És hogy tartsa a száját, az a legfontosabb. Én is azt mondjam. Ezt a Domást. Hallgatni fog? Hallgatni, meg repül. Meg ha beszélne is, az uram nekem minden, nem neki. Ezt szeretem benned, ezt a magabiztosságot. Te pallasz a tényét. Te ilyen szerelmetes múzsám, ékes tortú nymphamadara. Gyere a kalitkámba. Sanyi, mit keresel te itt? Drága Marin, te hívtál! Azt mondtad tegnap, hogy holnap 5-re légy a présámnál. Ha meg holnap van, de Dóra is van, igen, itt vagyok. Milyen szerencsé, hogy én is itt vagyok. Hát ez tényleg Blamás. Blamás? Mi lenne a Blamás? Mi? Az, hogy itt vagy, meg hogy én is itt vagyok. Sanyi, tele van a kedvem szerelemmel. Azt látom, nekem meg másom. Jaj, Murilákám, úgy vártam már, hogy újra találkozunk itt a présámnál, a mi titkos helyünkön. Gyere, gyere valaki! Sanyi, most nincs kedvem hozzá. Érdekes, eddig mitig volt? A présházban nincs. Hát akkor. Kint? Itt az udvaron? Dehogy is. Attól tartok, nem értem. Mert pedig egyértelmű vagyok. Hát egyértelmű, csak nem nekem. Ott a tamariska bokor alatt. Hol? A tamariska bokor alatt. A mariskával a tamariska bokor alatt. Eredeti többet. Gyere, megtetszem. Marikám, hol vagy? Csak ugyan, még dobog. Jóska, mit tapogatod anyámat, mondod? Hát valában nem a mellett szokták lőni. A csukromon nem volt kitapítható. És te? Mi állatban erre felé? A Szabóhoz indultál, nem? A Szabóhoz? Ja, a Szabóhoz nem volt a tongatottam, ki meg a szülőben levegőzni. És Jóska? Őszintén levegőzni akar? Igen, levegőzni. Félvesztelen! Ti teljesen agyalágyodnak néztek engem? Pont egyszer jutott eszetekbe levegőzni menni? Nem, itt valami más van. Nem jöhetek ki a saját szülőmbe. Megnézni nem lepi be a gaz. Nem kellett kötözni, kapálni. Ráadásul a Szabótól visszafele jövök. Mégis mit vár tőlem? Jöttem volna ki odafele menet? Jó. Te jogosan vagy itt. De Jóska? Ő miért van itt? Ez jó kérdés. Jóska, miért vagy itt? Ha én azt elmondhatnám... Mondd el. A lopót jöttem. A lopót tökért? Félvesztelen. Az mindegy, hogy jöttem. Az a fontos, miért jöttem. A lopót tökért. A te tököddel mi történt? Rálépett a ló. A pincében? Nem, a padláson. Ne vicceljen már! Kinekéztem a szőlőben. Gondoltam, iszok egyet. Lementem, kiszívtam, kiittem, aztán kiakasztottam a gerendára, hogy száradjon ki. A gerendán taposta szét a ló? Nem, a földön. A földön volt a gerenda? Nem, lefújta a szél. A gerenda? Mi van a gerendával? A gerenda fújta le! Csak ő azt fújta le! Na már! Így kellett volna kezdve. Na, ma most megkapta a választ. Megyek is, mert vár a munka. Na, viszont látásra. Hát nem viszi? Mit? Hát a tököt! Ja, persze, tök! Most kötöm a pincsosnak. Tudom, hogy néz ki. Igazán szemre való teremtés ez a Jóska. Hogyan anyám kinézi azt? Mindenki. Na, meg is van. Most már tényleg indulok a viszontlátásra. Isten áldja Jóska. Jóska. Láttam? Elvitte a férjed Ingi. És milyen jól tette? Jól, hát ellopta. Utána megyek, azt visszaszerzem? Majd visszahozza a tökkel. És ha nem, hogy számolsz el vele Pistának? Itt utána a pocom. Hogy sem áll meg neked? Hát ha. A remény a legutoljára. Na, ennek a kacsárnék. Na, lehet, akkor majd az lefutom.
Mariska, már rosszul vagyok a Tamariska bokortól, nem győzlek várni. Hol késel? Jaj, semmi álmodhatnám, miért nem mentem eddig. Hát mondd el. Én csak azt hiányoznak. Azt hiszem, egy kicsit túlvállaltam magam. Mit csinálnál? Jó, nem tudom. Jó, akkor nem akarom tudni, nem? Nem csinálnál inkább mégis a préselben? De, tudod mit? Mégis csak jobb a préselben. Meg kell majd mindegy. Rakszolgászírója! Most mi keresett, és megijesztették! Nem vagy te erjedős! Szépen tudsz sikítani! Igazán! Szépen és őszintén! Nekem mondom! Na, hol is tartottunk? Azok mint a pénz! Jó, akkor visszahoztam! Ne vigyem be! Miért? Ki kell szállítani, azt mondod, nálad is! Na, mit találtam ki? Mit? Ne a frissát majd csináljuk! Hanem hol? A Tamariska bokor alatt. Hol? A Tamariska bokor alatt. Benne a gusztusodat, de sokáig ne tüzelj, mert a végén még elkapom anyádat. Na de Józsi! Na, hol van az a Tamariska bokor? Ott a szőrő végén, menj előre, mindjárt megyek. Jó, de ott legyen mindjárt. Ha jössz már? Hát csak lennék. Miért jöttek, hogy nem bírtál várni? Nem, már a Pritchett is felhasítottam. Kés nélkül. Kés nélkül, mivel? Na de ma is kell. Hát, az meg micsoda? Ez egy ing. Azt látom, de kié. Az enyém. Szeretem az ingeket. De hát ez férfi ing. A férfi ingeket is szeretem. Igen? Igen, nézd meg, milyen jól az. Mint tehénem a gatya pont. Mondd, nem vagyok kívánatos ebben az ingben? De hogy nem, de minden vagy kívánatos. Na, akkor folytassuk. Csak ezt a napot éljem. Remekét betűnöm. Ah, keresd már megint. Jól áll neked az mint, tényleg? A felnőttek pont úgy nézek, hogy őket megtakargatni valójában. Ugyan mit takargatni? Na mi lesz már? Hát nem találom. Mit nem találsz, Sanyi? Talán az ingedet? Az ingem az megvan. Itt van-e? Azt meg kellett levetni az inget oda benne. Hát mele volt. Mire volt meleg? A keresésre. De meg ugye fáz? Miért fasztam volna? Hát, de meg ingyen? Igen, tudom miért kérdez a Préshez. Hogy ne tudnám, voltam én is fiatal. Azt? Mit kerestetek? Hát a lopódokat. Talán a Tilinda is rálépett a ló? Honnan tudja, kerestük, de nem találtuk. Jaj, hát itt van ki, akarok a szárazni. De hisz? Ez a Jóska töke. A felét a Jóska, ez a miénk? Az eredete! Az más. Másik? Másik, nekünk két tökünk van. Látom, van több és... Na, de van ma! Meddig várjak még? Meddig várjak még az esőre? Már igazán esetem, nem is vetkőztem, de mégsem. Isten rossz színe az eget. Két félnöztelen férfi. Nekem ez már sok. Ezt meg kellene észteni. Mari, mi ez? Ez kérlek szépen, az a mérkáció. Az? Az. Tudod én mit mondok el? Na, mit mondasz? Semmit. Így megégetni magam. Már mindegy. Menj csak a metatút. Az olyan nem sejt semmi. Az olyan jön, mint egy kívka. Mint egy kos. Jó leszad. Annának a két nem éppen úriembernek rögtön el kell tűnnie innen. Gyerünk, gyerünk, mars hazafele. Vége a pászás időszaknak. Visszajövök. Viszont látásra szép asszony. Isten állja. Nyanya. Nyanya! Akkor ezt olyan nem balácsol. Tűnj a szüvelről, te is. Legadja hozzád. Na gyere, Jóska, menjünk dolgunk végezet. Hát lányom, mit mondja? Nem mondj semmit, te sem voltál külön. Azt sem tudom ki az apám, úgyhogy jobb a hallgat. Igaz? Én sem. Mit én sem? Hát, azt is sem tudom, ki volt az apa. Úgy látom, kikapukóságban nem rohadunk egymás személyre semmit. Nem a büdös életben. Na gyere, menjünk haza. Menjél csak, én még maradok egy kicsit. Na jó, de elég legyen a férfiakból. Mára. Van is eszembe. Apa kéne hagyni Mari. Megállapodni az urad mellett, gyerekeket szülni, nevelni. Kaj, de mikor olyan izgatom. Ott a Tibi nem egyszerű eset. Csak egy kicsit férfékeny. Nem úgy mondom, na? Mert mondjuk a férfékeny. Hát magas egyszerű eset. Kire szokott az ember férfékeny lenni? Kire? Aj, gondolkodjon. Azt hiszed, azt olyan egyszerű. Ott nékinek a pap. Mi van a papéka? Hát nem csodálom, hogy úgy velik át, ahogy akarják. Kik? A papé? Én meg az ura, most eléggé meg van lassulva. Ablatja az itt össze-vissza mindenféle féltékenységgel, meg mi egymással. Igen. Mi igen? Na, látom, elindult már a fogasterék, lassan beindul a cséplőgép. Mi van a cséplőgéppel? Semmi, látom, elkezdett gondolkodni. Na, mi a nyitott? Még csak ott tartok, hogy féltékenység. Nagyszerű.
Szerű. Kire szokott az ember féltékeny lenni? A feleségre. Na végre! Na ne! A Mari nem olyan. Na is mondja neked, az én Marim csak is engem szeret. Az lehet, de valamihez nem kell szerelmálom. Persze. Például a mosáshoz, főzéshez. Is. Is. Én is a Tibit szeretem, mégis magával is ágyba bújok. Nem szeretsz? Tehát én eddig azt hittem szerelemből csinálod. Hát, csak úgy innen álmol. Csak úgy immel álmal? De hát én szeretlek, Júlcsa. És a feleségét? Azt is. Csak hát tudod, amikor az ember megházasodik, jönnek a kifogások, most ezért nem, most azért nem. De te itt vagy nekem, Júlcsa. Gazdolom, szerintem abba kéne hagyni a mi kis kapcsolatunkat. Kell is lebukhat meg én is, és annak nem lenne jó vége. Én a Filip szoktam. Hogy legyek itt csak az övé? Júlcsa, ezt most komolyan mondod? Komolyan. Mit bánom én, ha el is bocsát? Még egy utolsó. Szeretném érezni az ölelmelegét. Egyet is, nem többet? Egyet, de adj bele apait, anyait. Meghagytam kérdem az urakat előtt. Gyulcsa! Gyulcsa! A fenébe a legrosszabb korjon ez is. Gyulcsa! Szép jó napot az uram. Nem találkozott a Gyulcsával? Nincs otthon, azt mondták, erre jött. Itt volt, de már elment. Az agyalom, vagy valami férfi körül jár kell. A Gyulcsa! A Gyulcsa nem olyan. A rajta kapó nőket jaj lesz neki. Tibi, te el tudod képzelni a Júlcsáról? El! Én még a gazdoromról is el tudom képzelni. De rólam? Hát én nem vagyok olyan. De még lehet. De Tibi, nem akarsz hazamenni? Mire? Mondjuk a Júlcsát keresni. Mondtam, hogy nincs otthon. Ne mossam ki mégis a hordókat? Pénteken? Jó, a péntek. Teljesen kiment a fejemből. Akkor elviszem a lopótüket. Az a tanira ráléptek a lopótök. Nincs. Volt, mi lett? Kölcsön adtam. Kinek? Nem mindegy az. Az a lényeg, hogy most nincs itt. És mikor hozzák vissza? Holnap, úgyhogy holnap kiállt érte. Na viszontlátásra. Viszontlátásra. Most mit csinálsz? Te azt látom, ezt most direkt csinálod? Azt hittem megy valóban. Ha. Én minek mennék haza? Hölgyök, jelen lesz. A Júlcsát keresni, de nincs otthon. Meg vagyok vele tényleg áldva. Na gyere! De nincs otthon! De nincs otthon! Csak láttam, érted? Nem láttál és nem hallottál semmit. Nem egyszerű a sorsunk nekünk nőknek, főleg a szerelmes férfi van a közelben. Na ne álmod az Júlcsa, mit tudsz a szerelemről? Hát annyit biztos nem, mint a nagysága. Annyit meg mit nem is tudnék egyszerre szeretni. Szeretni? A felét szeretem őket, csak olyan izgalmas. Tudom meg, én az uram szeretem, de amióta megházasodtunk. Jöttek a kifogások. Most ezért nem, most azért nem. A férfiaktól megkaptam, ami kellett. És amikor kellett. Hoppá. Mi az, hogy hoppá? Semmi, csak eszembe jutott valami. Akkor egy jó ügyben szerezni magának. Hogy ne fennél bele, persze? Akkor menjen be a kisházba. Ne beszéljen, ne sikoltson, csak élvezze a pillanat. Na, én is se vagyok. Ezt tudja, hogy visszajön a Jóska. Hát ez a Tibi teljesen meg van háborodva. A féltékenység ennyire el tudja venni az ember eszét. Mennyire szereti a Júlcsát? Tényleg a Júlcsa. Na szegi körül még egyszer utoljára. Úgy látom, senki sincs már itt. Jaj, Marikám, veszem azt a forró húsikádat. Jóska, mit keresel te itt? A lopótökért jöttem. Rálépett a lop. Úgy van, széttaposta a tököm. És? És? Nem tudok borc írni. És? És? Hát szeretném elkérni a tökötöket. Nincs tökünk. Nincs. Nincs. Kölcsön adtuk. Kölcsön adtátok? Ha megint? Hogy megint? Hát, a ti tökötök az utóbbi időben kézről kézre jár. Érdekeljen téged, mi tökünk. Na végre, hogy nem találtalak. Már régen földöttek serek. Jóska, mit tereselte még mindig? Még? Mi az, hogy még? Nem mindegy. Nincs tök, nincs válasz. Twittek vagyunk. Jóska, de nagy kopány lett hirtelen. Jó lenne, ha végre más portálja sejtepertélnél. Júlcsa, mi ez a hang? Nem ismerek rád. Igazolom. Jobb elviszont pofán máshová. Na, a viszontlátásra. De megváltoztál, Júlcsa. Egész tüzes kis nagyoncs kellett belőled. Jaj. Még jobban szeretlek. Jaj, Tibi, úgy meg van keveredve ez a fránya világ. Ha én ezt elmondhatom. Mondjad nekem, mondjad. De úgy gondolom. Tibi, én veled szeretném leélni az életemet. Kéz a kézben, válvetve. Gyerekeket nevelni, dísznót, pacsát, élvezni az otthon melegét, vigyázni a háztartásra, vetni, aratni. Mindent, amihez két ember kell. Mondd be is akarod azt. El vagyok elmondani.
Eddig nem ilyennek ismertelek. Persze én is szeretnék jobban, mint te. Na mi a helyzet, fiatalok? Bájtsevegünk? Láttam a Jóskát az úton, visszahozta a lomódokat. Mi van itt mindenkinek a tökölyen az esze? Nem hoztam, sőt, ő is azért. Azért? Hát igen, az hűmarkában láttam utoljárt. Na, mindegy. Mari? Hazament. Haza? Akkor biztosan elkerültük egymás, megyek megkeresem. Istenem, de jó volt. Mi volt jó? Mama, hogy kerül ide? Júlcsa, te. Akkor én két? Két legyen? Mi van? Két hogyja? Azt hiszem, én nem veszítettem a fonalat. Azt hiszem, meg sem volt az a fonal. Arra a fonalra én is kíváncsi lennék. Jó volt? Jó. Mennyei. Hát akkor többi nem érdekes? Nem a felé. Tudni akarom, ki van odament. Akkor hívja ki. Én? Maga kíváncsi rá, nem? Miről beszéltek? Kit kell kihívni? Majd én kihívom! Gyere, kiben indok! Jó, Pista! Lányom! Hát ez meg micsoda? Ki tudja? Te voltál? Én. És te? Én. Szóbicsát! Ti egymást kaptátok itt! Igen. Kapuljak meg, ha egy szót is értek az egészből. Tibi, kicsit nem az összedért szeretnőből. Hát, Júcsa, jól bekültél a mellásba. Köszönöm, mától csak a család számít. Nanna! Mama, hallgasson, elég baj van a fülem mögött. Jól vanna! Bénasszonynak kussa neve. Jaj, Pista, nem kellene hozzálátni a család alapításhoz? Szerintem is itt az ideje. Minden jó, ha jó a vége. Látod, Júcsa, mondtam én. A Mari nem olyan.